Ám természettől mindez lelketlen ajándék. Nagyján csak fiait szent akaratja tehet. Vörös Marti ismert versének sorai csendültek fel Jubál Károly emléktáblája előtt. Az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetőjéről és vértanújáról, valamint nemzeti ünnepünkről a Tóparti Gimnázium diákjai, a megye, valamint a város képviselői emlékeztek meg. Tombolt ki te özön víz, tombolt ki magadat. Petőfi versekkel emlékeztek meg a 48-as emlékműnél a Széchenyi Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola diákjai az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Az ünnepi műsort követően a megye és a város elöljárói, valamint politikai pártok és civil szervezetek koszorúztak. Villám a huszárvágása, hiszen Kossuth katonája. Az Ady Endre utcában a Vasvári Pál általános iskola növendékei rótták le tiszteletüket a darvinizmus úttörője Rónai Jácint szülőháza előtt. A Városszépítő és Védő Egyesület elnöke Poklosi Péter szerint nem csak magáról, március 15-éről kell említést tenni ezekben a napokban, hanem azokról a fehérváriakról, akik akkor, 164 évvel ezelőtt a jövő céljaiért küzdöttek. Ilyen volt Rónai Jácint is. A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapózott, végre Bécset is fölgyújtotta. A forradalom és szabadságharc március 15-i pesti eseményeit Petőfi naplójából vett idézetekkel elevenítették fel a belvárosi első István középiskola diákjai, majd együtt szavolták el a 12 pontot Petőfi egykori vándorszínész lakása előtt. A diákok műsora után koszorúikat helyezték el a város és a megye elöljárói és a politikai pártok képviselői. Mégis lelkem, szeressed hazámat! Nem neked való az űr hidegje, itt a glóbusz, a meleg szigetke, lélekágya szent Európának. A fekete sasszálló előtt tisztelektek a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai. A homlokzaton tábla emlékeztet az épület reformkorban, illetve az 1848-as forradalom idején betöltött fontos szerepére. Itt olvasták fel 1848. március 16-án a 12 pontot és a nemzeti dalt. Nemzeti hőseink előtt tisztelegvén a megye és a város képviselői koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. Négy szócskát üzenek. Vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz. A haza minden előtt. Ezzel a kölcsei idézettel kezdte az ünnepi műsort a Vasvári Pál gimnázium igazgatója, Horváth József. A gimnazisták az ünnepi beszédet követően adták elő rendhagyó műsorukat, melyben a forradalmi eseményeket eljátszva járták végig azokat az állomásokat, melyeken a márciusi ifjak a forradalom kitörésekor megfordultak Pesten, 1848. március idusán. Az ünnepi előadást követően Székesfehérvár és Fejér megye előjárói itt is közös koszorút helyeztek el Petőfi Sándor szobránál. Magyar mezőn egy múló kis halom, de repültünk egy bátor dallamot, mint zengve hoz a márciusi szél, és vele dobban szívünkben a vér. A kodolányisok modern köntösbe bújtatva idézték fel 1848. március 15-ét. Petőfék bőrébe bújva próbálták átélni, mi is történt 164 évvel ezelőtt. A Kodolányi János főiskola főiskolai docense beszédében arra próbált rávilágítani, ne úgy tekintsenek a fiatalok a megemlékezésre, mint egy kötelező iskolai programra, hanem hogy ez a nap mennyi mindent jelent a nemzet számára. Kokkárdát osztottak a megemlékezés előtt a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanulói a Pelikán Kamara Színháznál, azon a helyen, ahol az 1840-es években Petőfi vándor színészkedett. A gimnázium diákai látványos és mozgalmas színpadi előadás keretében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, ezt követően helyezték el a résztvevők az ünnepi koszorúkat a Kamara Színház falán lévő emléktábla előtt.